Ja, mert itt piros, abban sem piros. Már nem már. Jó. Jó. Erdődje Vilmos, Irma mondta karácsony. Vers videóblog. Irma mondta, hogy felejtsek a tegnapból. Pont a közben azt is vegyek ruhát. De miért? Tessék, van itt piros, zöld, kék, hosszú nadrág, balon kabát. Indultunk el Vilmossal. Ő Vilmos. Mondd már valaki titulosodat, én is tudom, de azért létszős, hogy úgy tudja, hogy... Hát ezt kitaláltam magamnak végül is, én kisvárosi intermédia művész vagyok. Művészek közötti kapcsolatot, a művészetek közötti kapcsolatot próbálom modernizálni, vagy összehozni. Ki tudja, mi lesz ebből, nem tudom. Ez egy kísérlet. Most egyébként úgy nappal szemben van a kamera, nem tudom, mit lát bele, de nem baj, ez a jó. Szóval elindulunk arra, azt megmutatjuk, és honnan jöttünk. Ennek úgy különösebben jelentősége nincs, hogy honnan jöttünk és hova megyünk. Az út lesz a lényeg, amit most bejárunk, és akkor most minden tovább megyünk arra. Az a kérdés, hogy mit fogunk itt csinálni. Szerintem itt mondjuk el először a verset, vagy te mit szeretnél itt csinálni? Mondjuk el a verset, úgyhogy közben itt hátul dolgoznak, azért azt lehet látni. És nagyon tetszik, szerettem volna bemenni a kosárba, szerintem biztos nem engednek, mert túl súlyos vagyok. Itt mondanám el ezt a verset, az a címe a versnek, Irma mondta karácsonykor. Működik. Ja, mert itt piros, ott most már piros. Erdődi F. Vilmos, Irma mondta karácsonykor. Vers videóblog. Irma mondta, hogy felejtsek a tegnapból. Mondta közben azt is vegyek ruhát. De miért? Tessék, van itt piros, zöld, kék, hosszú nadrág, balonkabát, vibráló fény is. Azzal lehetek majd valaki ott akkor, ha elbúcsúzom a tegnaptól. 2017. november 27. Igen, van, ez egy dátum. Van bizony nagy, jó nagy, ilyen nagy dátum. Egy kisvárosi intermédia művész vagyok. Még egy fát. Szép, nagy. Itt vannak angyalok, és akkor mondjuk az egyik angyal lesz Irma. Melyiket szeretnéd? Gyere, válasz. Hát ezt elérem. Ez nagyon jó. Ő Irma. Jó. És ő tényleg olyan Irmás is. Szia Irma. Szia, ő az Irma. Ő Vilmos, ő meg Irma. Szia. És akkor most elszavalod neki. Igen, én vagyok a Vilmos. Elmondom az Irma című versemet. Irma mondta karácsonykor, vagyis te. Irma mondta, hogy felejtsek a tegnapból. Mondta közben azt is, vegyek ruhát. De miért? Tessék, van itt piros, zöld, kék, hosszú nadrág, balonkabát. Az illata is. Úgyis, meg a vibráló fény is, azzal lehetek valaki ott akkor. Ha elbúcsúzom attól a szörnyű tegnaptól. Kisvárosi intermédia művész vagyok. Valójában itt, hogy miért is mondunk verset, ugye hétköznapi helyeket, úgymond hétköznapi helyeket. Az emberek jelen. Az emberek, mert hogy az embereknek szól, emberekről, embereknek, és soha nem szerettük meg, nincs is annak értelme, hogy az ember kiáll egy színpadra, és akkor elkezdi mondani a verset. Vagy az például, hogy otthon ül és magának. Nem, ez a vers mindenkinek szól. Ez köztünk van, ez él, úgy, mint a zene, ez mozog. Hogy így tudjuk a kultúrát közel vinni, ez egy feladat. Mi vagyunk a kultúra lovagjai, nekünk ez feladat, ez egy cél. Most is, hogy itt sétálgatunk, egy pár ember elment mellettük, és ilyen furcsán néztek ránk, hogy verset mondani. Hát ez olyan furcsa. Ráadásul ugye, hogy ilyen péntek van, délelőtt mindenki dolgozik, csak mi művészkedünk, ugye? Nem, mi is dolgozunk. Egyébként a versírás, a versmondás, az, hogy én téged rögzítenek, igen. Ez munka. Ez végül is egy munka. Ez egy kőkemény munka. Ez a gyak 2.0. 2.0. Jó, a gyak 1.0-át azt lezártuk egy héttel ezelőtt. Szóval bárkinek, akinek van kedve, akkor eljöhet velünk és elmondhat egy verset, vagy igen, a saját versét, és mi szívesen rögzítjük, és akkor azt föltesszük egy ilyen videoblog naplóba. Ez is egy célunk, egy tervünk. Vagy én, vagy a Vili fogja ezeket rögzíteni. Akkor most elmegyünk egy turkáló nevezetű valamivel, ahol nem az orrunkba fogunk turkálni, hanem elmondasz egy verset. Így van. Tehát ő az Irma. Ő az Irma. Ő nekem nagyon régóta egy ilyen hát egy múzsa. Ahogy nézem, milyen gyönyörűen ki van dolgozva, a haja, a fülecskéje, az orra. Értjük azt, hogy te itt megállsz néha esténként, vagy nappal, vagy kora reggel, és merengsz az Irmáról, meg az Irmához? Hát annyira azért nem, de viszont, hogy tetszik a nyaka, egy igazi szobor, nézd meg, és csodálatos. Mi a feleségem beszokott jönni, vagy mit a ismerősök. De ő ismeri turkál. Irmát a hát, feleségem? Ő még nem látta szerintem, de én kifigyeltem, ugye, mert úgyis van időm, mert ugye hát én nem szoktam olyan turkálni, és hát az Irmát kifigyeltem. És hogyha jól megfigyeld még a fülében, mint hogyha lenne
lenne, ki lenne fúrva. Igen, így van. De az csak szerintem valami anyaghiba lehet. Nem, függőhely is van az írmán. Függőhely is van? Nem tudom. De. Igen. Szerencsénk van, mert van ide egy forgatás engedélyünk, bemegyünk az üzletbe. Kinek köszönhetjük meg ezt a forgatási lehetőséget? Teleki Tündének. Köszönjük szépen, Tünde, hogy akkor forgathatunk itt bent az üzletbe. Akkor bemegyünk. Köszönjük. Írma. Ő az Írma. Simogattad már az Írma? Igen, hát úgy így még korén, nem, mert nem volt rá engedélyem, de most legalább már közelebb megyünk. És hát a Károly más. Nem akar rád nézni az Írma. Nem, és szerintem teljesen jogos, hogy nem akar rám nézni, mert ugye a fejét nem tudom elfordítani, és de látszik, de viszont a keze az mozog, úgyhogy az nagyon jó. Hát ő az Írma. És nagyon szép ruhát kapott, ugye ő időnként átöltözik, mesti, vagy nem is tudom, ilyen buliba való. Nagyon-nagyon szimpatikus. Ez csillog, villog. Most mi? Akkor itt vagyunk Irmával. Ne menj, ne gyere ki. Ne gyere ki. És akkor most elmondod a verset nekünk. Mondjuk Irmának. Erdődi F. Vilmos. Irma mondta karácsonykor. Versblog. Irma mondta, hogy felejtsek a tegnapból. Mondta közben azt is, vegyek ruhát. De miért? Tessék, van itt piros, zöld, kék, hosszú nadrág, balonkabát. Kisvárosi intermédia művész vagyok. A 10%-os gyerek volt? Nem. Itt turkálok. Tehát az a lényeg, hogy turkálás lenne. Jó. Hogy de most... ezek is gyerek volnak, ne itt turkálok. Ott vannak. Aha. Ezek szoknyák, árnyán, és akkor valahol itt a szoknya van. Az jó. A szoknya. Szoknya. Meg ilyet, van itt ilyen is, hogy... Így elkezdem így lapozgatni, meg oda nyúlok, meg nem? Jó. Jó, mehet? Tehát az a cél, nem mehet, akkor beszéljük meg, hogy körülbelül merre megyünk, és mi lesz az út. Hát innen jövök, igen. Így elkezdem nézegetni ezeket, mert közben megpróbálok olvasni, és akkor meg itt is egy-egy sálat így kiveszek, és így meg. Esetleg én tartsam neked így? Van az a gondolkozom, ott is lehet. Hogy jó. De tartom. Ne csipeszre gondoltam, csak nem osztam. Jó. Irma mondta, hogy felejtsük a tegnapból. Mondta közben azt is, vegyek ruhát. Tessék, van itt piros, zöld, kék, hosszú nadrág, van balonkabát. Jó, akkor most kellékeket keresünk. Igen. Tehát van itt... Döntés nagyon nehéz. A női ruhába öltözzél, vagy férfi? Hát férfiben, mert Irma, tehát Irmának ez fontos. Ma már minden előfordul. Hát igen, de... Jó, férfi ilyen, ruhába ilyen nagy női ruha nincsen. Hát, hogy esetleg vannak itt ilyen nagyon jó kis nyakkendők. Ja, hát ez igen, ez nem rávaló, de ez... Az van Irmás? Hát nem tudom, hogy ő esetleg ezt hogyan fogadná. Bár meg kell vallani azért, hogy elegáns karácsonyi. Van itt egy lazább, tessék nézni, ez már egy komoly. Hát nem tudom, én Irmának abban nem mondanék ő eset. Lehet. Szerintem egy nagyon szép nyakkendő, mondjuk ez. Uh-huh, ez nagyon jó üti a kockásodat, ez teljesen jó, mert üti a kockásodat. Azt kéne csinálom, lehet, hogy itt levesz. Plusz nyakkendőt közben? Igen, megpróbálok. Megpróbálok. Addig megfogom ezt, addig nem. Jó, vagy... Nem egyszerű ez a dolog, de nyilvánvalóan tudok, szerintem. De most hirtelen, hogy itt van a kamera, biztos, hogy nem fog menni, de megpróbálom, nem lesz tökéletes. De majd mindjárt, ha nem így gondoltam, de, bocsánat, kezdem újra. Ez egy egész jó. Tehát ez teljesen Irmának szerintem ez biztos, hogy tetszene. Ez egész jó, ez a szín is. Úgyhogy jó, hát most nem oda kötöttem, ahol kell. De én úgy gondolom, hogy ez adja a formát. Kisvárosi intermédia művész vagyok. Irma mondta,
hogy felejtsek a tegnapból. Mondta azt is, vegyek ruhát. De miért? Miért? Tessék, van itt piros, zöld, kék, hosszú nadrág, balonkabát. Ez így nagyon jól néz ki, hogy lengeting. És akkor majd kibújok közőle. Illetve először válogatok, és akkor így kibújok. De először ez a lengetés, tehát amikor a nadrágok így lengenek. Látod, hogy micsoda ritmusa van. Fantasztikus, nem? Ez nagyon, nagyon jó. Majd mindjárt kiváltam minket innen a boltból, de akkor is ez jó úgy lengetni. És én vagyok most. Igen. A vestató. Igen, sugógépünk. Ők a sugógépünk. Sugógépünk. Akkor neki leselkedünk. Harmadik versszak. Igen. Irma mondta, legyen jó nagy zseb. Irma mondta, ő tudja, kimarad majd minden, amikor belépek pulzáló adventi fény. Irma mondta, karácsonykor forduljak vissza. Nagyon szépen köszönjük. Csokolom. Köszönöm, és akkor majd jelenkezünk tündénél. Nagyon kedves. Köszönöm, minden jót. Viszontlátásra. Előre engednek én szerintem. Viszlátok. Jó. Itt akkor. Most elemezzük a helyzetünket. Igen. Szóval minden ajtóra ma kitesznek csomó patricát. Igen. Jelekkel kommunikálunk egymással. Nézd, mit nem szabad ide behozni. Nem szabad bejönni, mondja nyugodtan. Ha jól látom, nem szabad cigarettával. Igen. Égővel gondolom, mert igen. Ami nem ég az ő. Ez, ha minden igaz, akkor vagy egy gyümölcskosár, vagy egy fagyi. Ez, na hát ez kakukktojás, mert talán ez egy ivó valami, ez meg vagy hamburger, de az is hogy a Sarki Attila. Hamburger. Ez meg kutyával. Tehát elefánttal bejöhetek. Egyrészt, másrészt bejöhetsz versen. Versen. Bejöhetsz Irmával. Bejöhetsz Irmával.